Hello, sziasztok! Üdvözletet újra itt a videómmal, én Timi vagyok, és elhoztam nektek a februári és márciusi elfogytak videót. Két hónapra lesz a videó, mivel februárban el voltunk utazva, és több hétvégét voltunk anyósoméknál, plusz én egy két hétre, majdnem két hétre oda voltam anyumnál, és így emiatt kevesebb termék folyott, a hajamtól tekintsetek el, mert most mostam meg, és még tiszta vizes, és ha elrohanok, azt megnézzétek el, mert Lacika az fent elaludt a nagyágyban, nem bolygattam, úgyhogy kipárnáztam körbe, és ott alszik a nagyágyban, de hogyha nyekkenkés lesz, szaladnom kell. Úgyhogy nem szeretném hosszúra a videót, nem szeretném húzni a szót, bele is csapok a közepébe, és mostan ezt a hajammal kezdünk valamit, csak hogy ne legyen annyira útba, így. Szuper. Kezdem a vegyis dolgokkal, és a legelső az egy ilyen szappan lesz, szappan utántöltő. Azt hiszem, hogy lengyel termék. Mindjárt mondom. Pózka. Igen, lengyelbe vette 100% a férjem. Ez egy literes utántöltő volt. Hát, a férjem azt mondta, hogy macskapisi szaga van. Kezet mosott többször vele, és azt mondta, hogy cseréljem le, mert macskapisi szaga van, én elhasználtam kb. A fél litert belőle, és a másik felet azt kiöntöttem a szappanadagolóba, és onnan meg kiöntöttem, mert a férjem itthon volt több napig, és azt mondta, hogy macskapisi szaga van, cseréljem le, mert nem tud kezet mosni. Tényleg nem volt valami hű, de jó illata, de nem macskapisi volt. Szerintem 20 darab bútorápoló kendő, ajtó, hát frissítéshez inkább azt mondom, ajtó meg bútorok frissítéséhez szoktam használni. Nincs benne csak 20 darab és 350 forintba kerül, de nagyon jó. Egy denkmites univerzális kendő. Beszéljen, amikor hirtelen valamit le kell takarítani, mert valami történik, arra szoktuk használni, mindenre is jó, tévét is át szoktuk vele törölni. Vécepapír, ez a Tesco saját márkás vécepapír, a 24 teker, 3 rétegben, 3000 valahány 100 forintért, nagyon jó. Higgyétek el, hogy az utóbbi időben nagyon ritkán találtam jó vécepapírt, ez az. Ez az. Elhasználtam a kedvenc foltisztítómat, ez a Oxypower Denkmites 750-es. Én még mindig sajnálom, hogy nincs benne adagolókanál, mint annó volt, viszont mosógépben szoktam tenni. Most megmondom őszintén, azt csináltam, hogy megvettem egy ilyet, és összekevertem a mosóporral, és akkor már a mosóporban benne volt. Szerintem jó, én szeretem, több mindenkinek ajánlottam, mások is meg lettek vele elégedve, úgyhogy szerintem egy próbát megér. Próbáljátok ki, árban viszont nem, szerintem ennél olcsóbb nincs, 1099 forint, vagy 1199, úgyhogy nagyon-nagyon jó, próbáljátok ki, mert kincset érő öblítő. Van egy Küsselweich, tudjátok, német kokkolino rózsaszín változata, hát ez az álom, ez a mennyország, ez a top nálam, ez nagyon nyerő, oly. És 38 mosásos, én szeretem, plusz 2 darab szoftlás.
így néznének ki. Egy lila, itt még van benne egy kicsi, ezt majd az öblítővízbe fogom belelőgni most, mikor felmosok. Van egy lila softline és egy zöld orgonás. Csak mosáshoz használom, meg ilyen kis permetezőbe szoktam tenni, vízzel összekeverem, és be szoktam fújni vele a függönyöket szellőztetés előtt, és mikor szellőztetelés húzat van, és a szellő így átjárja a függönyöket, olyan jó illat lesz tőle a házba, hogy az menjeikike, próbáljátok szerintem. És most, hogy ebben még maradt egy ennyi, mert tudom, hogy ezt használtam el utoljára, és ez már nem tért bele a mosógépbe, azt mondtam, hogy a legelső felmosásnál felmosó vederbe belelököm, elvegye egy kicsit azt a hipó szagot. Nyug. Már ha hipó és felmosás fluoreszett, ezzel itt a földszinten szoktam felmosni, mert ugye itt vagyunk a nap legtöbb részét, fent simán fent csak padló van, ugye meg egy kis járólap a fürdő WC-ben, de a többi az egész minden nem padlós. Én úgy vagyok vele, hogy én nem tudom, nekem ez a ez jelenti azt, hogy fertőtlenítek, jól felmosok ebből a citromos, vagy igen, citromos fluoreszettel, felmosok ide lent, és így tudom azt, hogy ha a gyerek bejárja, vagy nem tudom, ez nálam ilyen megrögződés képen van, hogy a gyerek bejárja, és akkor Paradise Feeling Dank Meat Duff Spray. Már annyi mindent mutatok nektek itt, hogy már egy idő, amúgy láttatok mennyit nőtt a hajam? És kevesebb, mint egy éve, hogy idáig le volt vágva. Nem sokára már németül is megtanulok. Szóval, isteni jó! Itt ajánlottátok nekem YouTube-on. Kipróbáltam, megvettem, kipróbáltam még annál a 30 ezeres DMS-nél emlékeztek, amit pontokkal vásároltam, 30-alahány ezer forint, és mind pont volt. Abban a vásárlásban vettem, és egész mostanáig ezt a földszinten használtuk, egész mostanáig kitartott. Jó volt, szerettem, újra is fogom vásárolni. Fogkrém egy Colgate Max Fresh Cooling Crystal, tízszeresen hosszabb hűsítő érzést ad, kurvára hűsítő, bocsánat a kifejezését, extrém hűsítés, nagyon jó, én nagyon szerettem, és tényleg olyan jó kis mentolos, csípős volt, úgyhogy nekem ez bevált. Erik Vademekumnak ezt a My Little fogkrémét használta, 0-tól 6 éves korig, ez a epres ízben, szereti, általában mindig ezt veszük újra. Elhasználtam még egy antibakteriális ilyen kis kézfertőtlenítőt, 290 forintért vettük ezt a 100 ml-s kiszerelést. Brutál büdös volt, szerintem ez a kézfertőtlenítők királya, mert ez annyira alkoholos és annyira büdös volt, hogy egy év kellett, mire elhasználtam ezt a 100 ml-t. Lacikánál elhasználtuk ezt a Baby Love pelenka kiütéses popsi krémet. Jó volt, nem mondom azt, hogy nem, viszont a rosszmanos verziója sokkal jobb, és ezt igen, írjátok fel, mert tudjátok, hogy DM Party vagyok, és mégis a rosszmanos változata sokkal jobb volt, de az is meg lehet, hogy most Lacika változott, mert begombásodott a feneke, annyira beindult a fogzás, hogy egy kicsit nagyobb problémákat okozott, pedig nem használunk más pelenkát, más popsi törlőt, más popsi kendőt, semmit, ilyesmit, de végül kiderült az, hogy átváltottunk erre a horvát patikai kikevert popsi krémre, és amióta azt használjuk, megszűnt a gomba, megszűnt a pirosság, megszűnt a sírás, a fenékfájdalom. Úgyhogy most azt használjuk, az is egy zsíros krém, ez is egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó zsíros krém, nagyon jó, de lehetséges, hogy nekem a rossz mal, mivel azt próbáltam ki először, ahogy kívül, úgy a tízen.
Eriknek a szokásos kis felső tablettája, ami a vizet színezi. Ugyanúgy Erik elhasználta még ezt a avonos kolon vizet. A végén még volt kb. Egy ennyi az üveg, csak olyan is őteri öntötte magának vízzel, hogy tovább tartson. Hát én meg szépen elcusziztam tőle, és kiöntöttem, és mondtam neki, hogy gyermek, ilyet nem csinálunk, mert attól nem lesz jobb, mert te vizet öntöl bele. Szerette, elfújogatta Óvi előtt, úgyhogy jó volt. 500 g-os proteinség nőknek, fehér csokoládé és eper ízben a Nutriverzumtól. Isteni finom volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom volt, ebben váltottam ki a vacsorámat, és minden este vacsoránál ezt ittam, annyi, hogy egy picit jobban laktasson, mindig tettem bele még pluszba, vagy egy banánt, vagy egy 100 g fagyasztott epret, vagy fagyasztott erdei gyümölcsöt, de inkább ezt eperrel, és amit most használok, az már másik cégtől van, meg az nagyobb kiszerelés, kilós kiszerelés, árban jobban jöttem ki. Az, mivel vanília ízú, abba bármilyen félet tudok tenni, de ehhez jobban ment az eper és a banán. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom volt, most még a másikat még úgy tesztelgetem, de ehhez jobban vissza fog húzni a szívem, és szerintem ezt fogom megvásárolni. Lássuk popsi kendő, mi van itt. Mutatom egy perc. Na szóval. 2, 4, 6. 6 csomag Baby Love kamillás és aloe verás popsikenő kendő 80 darab van egy csomagban, 2-4-6 darab fogyott el, de ismétlem, ez február-márciusi elfogytak videó, úgyhogy szerintem nem olyan sok, plusz még lehet, hogy január végéből is maradt, esetleg egy megbontott zacskó, de nálunk kettő szokott lenni, egy az emeleten, egy a földszinten. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó popsikendő, teljes szívvel tudom nektek ajánlani, és 1800 forintba kerül 4 csomag, úgyhogy próbáljátok ki, mert nem fogtok benne csalódni. Van még 2 Sleepy, ezt tudom nektek 100%-osan mondani, hogy ez a januári elfogytakból maradt meg, csak be volt téve egy kis szatyorban, hogy majd lehozom, de elfelejtettem lehozni, de gondoltam, ezt is megmutatom, de ez januárban fogyott el. Jók, de a DMS az sokkal jobb. Van még egy Baby Dream extra szenzitív allergia, parfümmentes, meg nem tudom micsoda, 0% plasztik, ami nagyon sokat számít, 25 darab van benne, egy ilyen pici kis táskába való, nagyon jó a kis ütéje. Ezt a múltkor a Rossmannnál, amikor vásároltam, a kasszánál ajánlották fel ilyen pár száz forintokért, és vettem bele 2 csomagot, ezt elhasználtam, a másik még mostan fogjuk és még van itt egy Wikis, egy 72 darabos popsi törlő, ezt Romániában a Kauflandban vettem. Szeretem, nagyon jó, árérték arányban is jó, viszont kihangsúlyozom, hogy a DM minden szempontból jobb. Nagyobb a kalapok, vastagabb a kalapok, a nedvessége pont az a jó nedvesség, így jobb. Az a pont, az a jó nedvesség, és árban is szerintem sokkal, de sokkal jobb. De gondoltam, ebből is vettem 2 csomaggal, plusz elhasználtunk egy penis berberinót, azt Romániában lehet kapni, az anyu hozott nekünk 2 csomaggal, de azt a gyerekek szétszibálták, úgyhogy nem tudom megmutatni, majd a következőt megmutatom. Elhasználtam még egy kollagént, ez a Colla Pink, mangó és narancs ízben.
hittem a zsír. Nem fogom újra venni, az 100%-osan biztos vagyok benne, nekem annyira nem vár, nem tudom, hogy üljek. Annyira nem vált be, hogy azt mondjam, hogy újra fogom venni. Nem rossz, de nem is a legjobb. Romániában az alatt a 2 hét alatt, míg oda voltam a fogászaton édesanyámnál, elfogyott a megszokott pelucin, így vettem a profi üzletben, ha jól emlékszem, egy ilyen csomag pelucist, Bebe Go Go, maxi pelenka 8-tól 15 kiló, 15 kilóig 22 darab bugyi pelus van benne, és a 22 lehet körül volt, az 1500 forint. Na, az az ilyen 1500 forint. Jó volt, tette a dolgát, de nekünk nem, sajnos a utolsó 4-5 darab meg is maradt, mert kipirosodott a fenekünk. Ebelin fülpiszkáló papírcsomagolásban. Jó, most egy fülpiszkáló van, nem tudom, hogy mit mondjak. Bevola Kaufland 300 ml-es gél állagú tusfürdő. Férjem szokta Németországból hozni. Szeretem, árarányban szerintem a legjobb már, mint hogy 200 forintért nincs mit várjunk, gyorsan elhasználódik, mert vizesebb, gélesebb állaga van, viszont nagyon jó az illata, tartós az illata, nem fatogja a bőröm, nem szárítja a bőröm, úgyhogy jó. Ez viszont, ezt próbáltam használgatni, meg minden, nem, pedig még van benne, nem ad semmi pluszt a hajamnak, ugyanolyan spröd, ugyanolyan seprű, ugyanolyan minden, úgyhogy nekem ez sajnos nem, nekem ez nem tetszik. Már csak 4 termék maradt, az egyik egy Nivea, ez a szokásos Nivea krém, ezt még nem tudom, valamikor az ünnepek alatt, karácsony tájéken, lementünk anyósom, még nem vittem popsi krémet, én így emlékszik, hogy a férjemnél voltunk, férjem szüleinél voltunk, nem vittem popsi krémet, és egy ilyen vizét vetettünk. Arra persze nem volt jó, de így amúgy én kézre, arcra, lábra behasználgattam nekem, nekem én szeretem. Elhasználtam még egy lakalut szájápolót, szájbalzsamot, jó volt. Itt van egy flucinár kenőcs, ezt ki szeretném nektek hangsúlyozni, patikai, de nem a receptre, mert én is a házi orvostól kaptam. Kenőcs, flucinolon és acetonid tartalmú kenőcs, hát nekünk ez itt el a fenekéről a kis gombát a picúrnak, de ilyen időszakos volt, hogy levitte, 2 nap után visszajött, utána megint levitte, megint visszajött. Elhasználtuk ezt a 15 ml-t, és még egy kenőcsnek több, mint a felét, mire már ez a kenőcs sem hatott, már annyira durva volt el a helyzet, és akkor ez a patikai tót kikevert popsi kenőcs lett a megváltás. De szerettem volna ezt nektek megmutatni, hogy nagyon-nagyon jó kenőcs, és nekünk nagyon segített. Utolsó, nem tudom, hogy mióta van meg, valahol van nagyon egy táskám aljába elbújt. Még valamennyire jó lehet, nem tudom, mikor bontottam meg, és ugye ennek 3 hónap a megbontás után, én nem szeretném ennél tovább a szememre kenni, a másik egy kicsit úgy ki van száradva, meg a furi lett a szaga, úgyhogy Big and Faultless a márktól, ahol jó volt, mikor még fénykorszakjában volt, de utána nem használtam, úgyhogy kb. Ennyit tudok róla mondani.
Megvettem, kétszer-háromszor használtam. És most meglett, és most kidobom. És körülnéztem itt magam körül, és kb. Ennyi. Szóval ez lett volna az utolsó termék, mindent megmutattam. Február-március elfogyott használt, kiürült szemetem. Megmutattam ezt is nektek, úgyhogy ha tetszett a videó, thumbs up, iratkozzatok fel, lájkoljatok, nyomjátok be a kis csengőt, írjatok a kommentet, leírásban megtaláljátok az e-mailemet, Instagramomat, TikTokomat, bárhol fogadok nektek, tőletek, jobban mondva, üzenetet Facebookon kívül, mert az a családomnak van, és a barátaimnak, úgyhogy ezt szeretném csak, hogy tiszteletben tartsátok, hogy ott nem fogok senkinek válaszolni. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, puszítok titeket, és szép napot akartam mondani, de milyen borús. Na, puszancs!